Tom, Dick és Harriet. Kiadószoba szép kilátásokkal. Írta Johnny Mortimer és Brian Cook. Lionel Jeffries, Szabó Otto. Jan Ogilvy, Rátóti Zoltán. Bridget Forsyth, Kovács Nóra. Oh, hát nem csodálatos, drágám, végre egyszer kettesben lehetünk. Kettő és három negyedesben. Ó, hát persze, bocsánat. Elfelejtettem, hogy te is itt vagy. Úgy érzem magam, mint egy felfújt luftballon. Mindjárt elrepülök. Ugyan, kicsikém. Én most is épp oly karcsúnak látlak, mint azelőtt. Nem ártana elmennem a szemészetre. Mi lenne, ha lefeküdnénk? Helyes, hozhatod az emelő targoncát. Habár okosabb lenne megvárni apádat, biztos itthon hagyta a kulcsát. Ugyan már, az csak egyszer fordult elő. Egyetlen egyszer. Ébre vagytok még? Itthon felejtettem a kulcsom. Na, hát esetleg kétszer. Tudod mit, szívem? Ne bajlódj a kulcssal, mondd meg neki, hogy másszon be szépen a küszöb alatt. Jó. Hogy mit csináljon? Aha! 14.49.03.07, Madison főtörzsőrmester a körzetben szolgálatra megjelent, uram. Ó, ez teljesen részeg. Ugyan, ne essünk túlzásokba, igen, tisztelt asszonyom. Mondjuk inkább úgy, hogy tele vagyok fele baráti szeretettel. A hajdan volt ifjúság szép emlékeivel. A régi bajtársak iránt érzett odaadással, és persze nem utolsó sorban... Tele vagyok piával. Minek következtében alig állsz a lábadon, na gyere, ülj lesz. Jóval, nem bánom. Na, milyen volt a találkozó, hogy vannak a régi katonatársaid? Á, évről évre fogy a számunk. Egyre több a megjelent bajtársak között a halott. Bizony. Megtömtük az ezred lányát. Látom, nem pazaroltátok az időt. A szakácskutyáját hívjuk így. Micsoda sora van, zabálat, szúnyókálat, csak a farkát kell csóválnia. Mi is ismerünk egy ilyen lusta dögöt, igaz, drágám? Na és... Mit gondoltok, ki bukkant föl teljesen váratlanul? Sose fogjátok kitalálni. Hitler? Az. Ugyan már hogy került volna oda? Ő a másik oldalon harcolt. Nem ő. Humble őrnagy. A hős Humble őrnagy, aki saját kezűleg robbantott föl egy tankot. Úgy bizony. A vezérkar is felfigyelt rá, igazán? Mert a sajátunkat robbantotta föl az abaron. Mit is beszélek? Hiszen ő mentette meg az életemet. Senki nem lehet tökéletes. Elhívtam volna egy pohár italra, de féltem, hogy az a házi sárkány ott mellettet hisztériás rohamot kapna tőle. Tévedés, tőle nem. Nem, hát ez remek. Jöjjön be, őrnagy úr! Micsoda? Jó estét kívánok. Pihenj, főtörzsőrmester. Első vizitne kicsit szokatlan időpont, de a főtörzsőrmester ragaszkodott hozzá. Igen, ő már csak ilyen, akkora szíve van, mint egy ökörnek. Ez a kedves fiú, itten a gyermekem Dick, az a nő, meg ott a felesége Harriet, nem dagad, de nagyon terhes. Későkön, igazán elbűvölők egyettől, hogy befogad ma éjszakára. Mondja, az óra se érdemes. Tessék. Ne izgass fel magad, mindent megmagyarázok. Ő mentette meg az életemet. Lehet, hogy most is szükség lesz rád. Elnézést, uram, egy pillanat. Most mi van már megint? Határozottan meleg van az évszakhoz képest. Tisztában vagy vele, hogy mit műveltél már megint? Visszaérsz az én áldott jó természetemmel, világos. Lekéste az utolsó busz, csak erről az egy éjszakáról van szó. Nem, apa, értsd meg! Nem! Valakinek egyszer már sikerült megetetnie ezzel a dumával. Ne mondd! Ki volt az? Mégis mit képzelsz? Mi ez itt? Szálloda? Vajon az ágyba kéri a kedves vendég a reggelit, vagy inkább a szalomban uhajtja elfogyasztani? Várj, megkérdem. Ide, gyere! Itt vagyok. Nincs szabad ágyuk. Csak akkor alhat itt az őrnagy, ha te az utcán töltöd az éjszakát. Vár csak, ez nem is olyan rossz ötlet. Harriet, megvan a megoldás? Nekem már úgyis mindegy. Egyel több vagy kevesebb, mit számít ez ezeknél? Tőlem meg kifatja az egész hadsereget, majd veszünk emeletes fricseket. Tudtam, hogy az ort külső érző szívet takar, és meg, fiam. Ha nincs itt az őrnagy, én most nem vagyok itt veletek. Ha nem vagy velünk, akkor most nincs itt az őrnagy. Ne kényszeríts arra, fiam, hogy olyan szavakat használjak, amelyekre különben sose vetemednék. Például? Légy szíves. Légy szíves, engedd meg, hogy itt aludjon. Egye fene, ha már itt van, maradjon, de holnap korra reggel eltűnik innen. Köszönöm, tiszta szívemből köszönöm, és ígérem, hogy soha többet nem kérek tőled szívességet. Kölcsön vehetem a pizsamádat? Véget ért a hadi tanácskozás. Kidolgozták a stratégiát? Úgy szólván, igen. Engedélyt kapok a letáborozásra, vagy vezényeljen tovább az osztagot.
Bekvárt éjöztünk, legénység elkülönítve, tiszti szállás a sezlonyon. Helyes, Feders! Akkor erre iszunk, be nem tartanak? Ó, igazán nagyon lekötelez. Szívesen megkínálnám, de sajd a muníció elfogyott. Hát egy kortyot azért iszunk. Mondja, őrnagy úr, maga tényleg megmentette az apám életét? A háború már csak ilyen. Az ember tudja a kötelességét. Hogy történt? Mesélj el! Az utolsó német offenzíva idején történt, csak mi maradtunk a szakaszunkból, a főtörzs meg én. Egy teljes német páncélos hadosztállyal szemben. Képzelheti, fiam, micsoda küzdelem volt tartani azt a hidat. Nem volt semmi esélyünk, a lőszerünk. Elfogyott az összeköttetés, megszakadt. Na és maga mit csinált? Mit? Megadtam magam. Így megmentette az életemet. A vendégszobánkban nem alhat, mert egy rossz hiszemű jogcím nélküli lakos van benne. Jó éjszakát. Hát akkor azt hiszem jobb, ha én is megyek. Ha megengedi, akkor én... Ugyanis nem szeretném, ha elpárologna a brandy. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Látta, mit csinált? Hát ez egyszerűen arcpirító, látta? Nem bízik bennem ez a gyerek, nem bízik a saját apjában. Hurrá! Hurrá! Ugyanaz még egyszer. Istenit! Te jóságos ég a felébe! Jó reggelt, főtörzsőrmester! Csodaszép napunk van! Süt a nap, indulót fújnak a madarak! Alkoholmérgezés, öncsonkítás, ezt a seregben büntetik, tud róla? Na persze, maga sincs túl fényes állapotban, olyan elmosódottak a vonás. Ez majd mindent helyre tesz, sült kolbász, pirított szalonna, zsírban sült bundás kenyér. Kérek engedélyt hányni, uram. Csak rajta, főtör, rajta. Köszönöm. Jó reggelt, apa. Jó a fenét, kinek jó ez. Mi ez, sült kolbász? Na de... Az időzítés tökéletes. Bátorkodtam élni a lehetőséget, és összeütöttem egy kis tábori reggelit. Jó, persze, tábori reggelit. Nézze, uram, én el vagyok ragadtatva a figyelmességétől, de szeretném figyelmeztetni, hogy reggeli után távoznia kell. Az sajnos lehetetlen, asszonyom. Tudtam, hogy ez is itt marad a nyakunkon. Ugyanis én sohasem reggelizem. Ezért most rögtön távozom. Köszönöm a kvartét, és minden jót. Minden jót. Bárcsak az apától is ilyen könnyű lenne megszabadulni. Sikeresen végrehajtotta az akciót, főtörzs. Az első sorozat kissé mellé ment, uram, de végül sikerült beletalálnom a célba. Remek! Hát akkor én megyek. A Lord Nelsonban vasárnap délben, helyes? Értettem. Belovunk egy liti sört, meg egy pár üricombos szendvicset. Ha? Na, Isten, Isten! Isten, Isten, te jó Isten! Üricomb! Mikor megy el végre? Már elment, ha nem vetted volna észre. Az apádról beszélek. Egy szép kis albérleti szoba kéne neki, amit a nyugdíjából ki tud fizetni. De olyan nem létezik. Helyes, akkor legyen ronda szoba, velem lehet beszélni. Ugyan szívem, tudod, mennyit kajtattam utána, de csak egy patkányukat találtam kinn a város szélén. Remélem azonnal lefoglaltad. Mikor költözik bele? Mindent hallottam. Ha nem látok szívesen, csak szóljatok egy szót, és már itt se vagyok. Folyton ezt mondod, csak éppen azt nem árulod el, melyik az a szó. Ebben a lakásban kevés a hely ennyi embernek, értse meg végre. Így van, és napról napra kevesebb lesz. A te szobádban nem sokára megérkezik a kis trónörökös. Na persze, tudom, tudom. Ez a mai újság? Igen, albérleti szobák a hetedik oldalon. Toljok a hirdetésre. Csak a kaját akarom letakarni vele. Te vagy az egyik legförtelmesebb, legelviselhetetlenebb alak. Erről jut eszembe. Mi? Ma délután az anyádhoz megyünk. Én tudom, csak azt hittem, te elfelejtetted. Máskor már rég lobogtattad az orvosi igazolást, hogy fertőződetek vagy. Ragaszkodsz hozzá, hogy elmenjek. Tudod, a lábam. Mi baj van a lábaddal? Félek, hogy belerúg majd az anyádba. Csak egyszer megyünk hozzá egy hónapban. Ezt igazán ki lehet bírni, vagy nem? Nem. Sajnos igazad van, nem baj, akkor is menni kell. Nem rajongsz túlzottan az anyósodért, igaz? Csak amennyire a fertőző mágyulladásért. Lábat kell törölni, mielőtt rálép az ember a kerti ösvényre. Ó, akkor már tudom, ő kire ütött. Jaj, a fejem. Nem, ő nem olyan. Harriet, édes kislányom. Kedves mama. Istenkém, hogy meghíztál, amióta utoljára láttalak? Na persze, az már elég rég volt, igaz? Drága mama. Na igen. Eredj be te is. Mi
Mit gondolsz, Harriet? Nem kellene fertőtleníteni a gatyámat, mielőtt leülök? Richard! Ő le, édesem! Tudom, hogy van az ilyenkor. Dagadt boka, émelygő, gyomor. Iszonyú ez az állapot. Talán a mama is terhes? Desek? Ja, ő csak vicc volt. No, nem mond. Ja. Nekem nem iszonyú. Én már nagyon várom a szülést. Utána már nem ezt fogod mondani. Az biztos, de akkor minek is mondanám? Emlékszem, amikor szültelek, 18 órát vajuttam, rettenetes volt. Ez az asszonyok sorsa. Ők szenvednek meg a férfiak élvezetért. De jóságos ég, már ennyi az idő? 18 óra. Kerek 18 óra, és azok a félelmetes műszerek... Váltsunk témát, jó édesmama? A férfiaknak kellene szülni kétszer, és meggondolnák, mibe mennek bele. Ha egy kicsit pontosítaná. Hogy szolgál az egészséged, mama? Már úgy értem, mostanában. Elég jól, köszönöm. Habár a térdem rakoncátlankodik egy kicsit. Ne, hát ezt most hallom először. Igaz, kaptam rá gyógyszert, de hát az nem segít. Az az én bajom, hogy egyedül vagyok. Te elhagytál engem, apád meghalt. Én férjhez mentem. Az ugyanaz. Úgy keringek ebben a nagyházban, mint magányos farkas a bércek honában. Már az is eszembe jutott, mi lenne, ha albérlőt fogadnék. Miért is ne? Nem is pénzért, inkább a társaság kedvéért. Egy kellemes idős úrra gondoltam. Mm. Richard, mi van veled? Harriet, nem fogod elhinni, van egy csodálatos ötletem. Az apád albérletet keres? Ahogy mondja mama is, ez a hely pontosan megfelelne neki. Csak hogy ő 20 fontnál többet nem tud fizetni. 20 fontot fizetne havonta? Remek, én is pont ennyire gondoltam. Havonta? Ez csodás, többre nem is futná neki, egyszerűen tökéletes. Nekem is tetszik az ötlet, végül is ez így... Ó, de jó Isten. Morzsa, egy pillanat. Megőrültél, Richard? Harriet, ez fantasztikus, ennyit ki tud fizetni. De sírba fogja vinni szegény anyámat. Mondom, hogy megéri, kitűnő ötlet. Na, ide figyelj, az anyád imád takarítani, az apám imád piszkítani. Egymásnak vannak teremtők. De hát mégiscsak az anyám nem ezt érdemli tőlem. Igaz, hogy az apától megszabadulnánk, Richard, vágjunk bele! Miféle... ember a férjed, édesapja, kislányom. Hogy is mondjam, csak hát olyan izé, szóval hogy is hívják, de hát miért nem Richardot kérded, ő jobban ismeri. Hát a papa olyan, hogy is mondjam, csak szóval olyan izé, hogy is hívják, olyan szobatisztán. Hullik a hajad. Olyan az apád, mint te, fiam? Nem. Nyugodjon meg, épp a maga zsánere, igaz szívem? Hát, igen. Hm. És neki még a haja sem hullik, még azzal sem lesz gondja maga. Elhozhatnátok egyszer őt is. Ó, azt is lehet, ha feltétlenül szükséges. Miért ne ismerkedhetnék meg vele? Csak azért, mert trágár, rendetlen és modortalan. Halálra fog is érteni. Talán összeszedi magát és rendesen viselkedik. Ezt te sem gondolod komolyan. Ki tudja, hát ha megtetszik a mamának. Nézz a szemembe és ismételd meg, amit az előbb mondtál. Esetleg. Így nem tudom. Akkor is megéri, próba szerencse. Hát, ha nem is olyan rémes, mint ahogy a misszus. Idé. Ha keresnétek, belejtettem a szivacsot a klocsóba. Tévedtem, még annál is rémesebb. Apa, tessék! Szépen. Ülj le ide mellém. Leülj! Emlékszel még, mi az, amire úgy vágytál? Megszereztük neked. Egy nymphomániás szőkét, akinek serfőzdéje van? Nem, apa, egy olcsó albérletet. Mégpedig az anyám házában. Ez a legjobb megoldás. Az ő anyánál? Azt mondtad, hogy egy hisztis vén pucer? Na és aztán? Tényleg ezt mondtad, Richard? Nem egészen, én mindössze arra céloztam, hogy kicsi túlzottan pedáns. Még a szarnak is órailata van nála, azt mondtam. Oh! Meg hogy hetente kétszer tisztítóba viszi a macskát. Aljas rágalom, legfeljebb csak hetente egyszer. Nincs félrebeszélés, elmész és meglátogatod, világos, és ajánlom, hogy úriember módjára viselkedj. Úriember? Jó, túloztam, viselkedj úgy, ahogy egy ember szokott. Azért levegőt vehetek? Csak a feltétlenül szükséges. Tudod, mi vagy te, édesfiam? Egy igazi zsarnok. Aztán milyen az anyád egyetlen, nem mondj már róla valamit. Ég a lepedő a segge alatt. Ó, téved, drága uram, engem nem fog provokálni. Kitisztította a cipőjét? Igen. Remek, fönn is lenn is világít, mint a tök. Ha-ha. Nézd, de hol a fenébe van az? Valahol az északi metróvonal végén. Érdekes, pedig jártam arra, de ezt észre se vettem. Ne így, hogy ez véletlen. Ha. Lássuk a körmöcskéket. Rendben, most a fülünk tövét. Ja. Tiszta. A fogát is megmosta, mert gondolom, hogy magával viszi. Szállj le rólam, pici, mert kezd el menni a kedvem az anyától. Ugyan már ne gyerekeskedjen. Halljam szépen, mit fog mondani a mamának, amikor megérkezik? Mit tudom, én gondolom, valami kedveset udvariasat.
Gyere, kisanyám, tegyük össze, amink van. Ez nem fog menni, hidd el, Richard? Dehogy nem, szívem, mennie kell, majd én begyakorlom vele. Na, gyerünk, apa, gyerünk. Hát jó. Gyere csak szépen, ülj le ide mellém. Megyek már. Na, kérlek. Most gyakorolni fogunk. Jó. Kezdhetjük? Igen. Hát akkor ide figyelj, apa. Én vagyok Harriet mamája. Nem mond. A feleséged már tud róla? Én csak úgy csinálok, mintha az anyja. Jól van, értem, én ne félj. Világos? Jó, de ki vagyok én? Te vagy. Azzal nem lesz baj, azt ismerem. Na, tessék. Na, hogy köszönsz nekem, hajj? Hogy köszönnék, lavát csak. Hello, aranymaszat. Pusszantom a kis nunikádat. Nekem ne pusszantsd a kis nunikámat. Igaz is, egy ilyen hisztis véntehénnek. Na, ez nem jó. És hol a kezed? Viszel onnan? Igazad van, Harriet, ez nem fog menni, biztos, hogy... Ez így van, hallgass anyádra, kislányom. Nem látod, hogy direkt csinálja? Pedig ha akarja, még civilizált is tud lenni. Ó, remek. Igen, az kell, hát tessék. Kegyeskedjen befáradni, szépséges hercegnőm, hova parancsolja letenni a fenséges valagát? Na, ide figyeljtek össze! Most mi van? Mindent el fogsz követni, hogy megszerezd azt a szobát, különben saját kezüleg hajítalak ki az ajtón, mégpedig anélkül, hogy előtte kinyitnám. Talán mégis jobb lenne, ha elkísérnénk Richard, bokárognánk, ha valami hülyeséget mond, vagy ha nem, akkor is a magunk örömére. Nem vagyok már gyerek! Nincs szükségem rá, hogy fogjátok a kezemet! Elmentem. Légy szíves, viselkedj rendesen. Jó, ne tudj, mert rendes kisfiú leszek. A mamikám köszönni, hogy betetsz igyekemet fogadni? Be! Tölts egy pohár italt, Richard! Nekem most mind a két kezem foglalt! Parancsoljon el, nagy úr! Á, megjött az erősítés! Nagyon helyes! Hol is tartottunk, Péter? A normandiai ütközetnél, uram, a sajtos krumplikat beállítottuk a frontvonalba. A show meg az ecet volt az ellenséges csapat. Látja, milyen... Na, ennek lőttek vége a csatának. Miért? Most zabálta meg a vezérkari főnököt. Jaj, leröstelem, igaza van, nagyon sajnálom. Tudja, máshol járt az eszem. Persze, nézd de! Igen. Hánykor kell raportra menni? Van 5 órakor, nem sok kedvem van, mert mi van, véletlenül megtetszem neki? Azt kizártnak tartom. Nagyon kedves, hogy vigasztal. De sose lehet tudni, könnyen előfordulhat bennem, ugyanis van egy adag nyers férfi báj. Na nem mondom. Úgy bizony, és ha azt kell neki, akkor végem, ott ragadok. Miért utálja azt a helyet? Mert unalmas és rengeteg arra felé a közúti baleset. Igazán? Elég csak átmenni rajta, már is elalszik az ember az uralomtól, csak megy, aztán puf! Nincs kedve velem jönni, foghatnál kezdem. Nem, főtörzs, nincs nekem erre időm. Esedezem, tábornokom. Na jó, nem bán. Szerencsés fickó maga, hogy találta a bérletet. Én már hetek óta vadászom rá. Na nem mondja, igazán? Hát, ez érdekes. El kellett volna kísérned, Richard. Fogadjunk, hogy disznóvicceket mesél. A kisujjával keveri meg a teát, és a macska bundájába törli a kezét. De drágám, hol a pozitív gondolkodás? Én pozitíve biztosan tudom, hogy disznóvicceket mesél, és a kisujjával keveri meg a teát. Harriet! Gondolj csak arra, mi a legrosszabb, ami megtörténhet, ha ez nem sikerül. Akkor sincs tragédia. Visszajön ide, beköltözik a régi szobájába. És megint minden úgy lesz. Talán volt. Akkor én felkötöm magam. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, uram! Mrs. Waters? Az vagyok. Jelentem, Madison főtörzsőrmester egészségügyi vizsgálatra megjelent. Jó, igen. Ez itt a barátom Humble őrnagyvéd tisztelettel. Elhoztam magammal, ő az én gárdedámom. Asszonyom, ez bizonyára tévedés. Ön nem lehet Harriet édesanyja, ahhoz túlságosan fiatal. De igen, én vagyok az anyja. Még szinte gyerek volt, amikor szültem. Fáradjanak be az én kis szalonomba. Mondta apóka, légynek, mielőtt beállózta. Micsoda bűvályos szobácska, micsoda ennivaló berendezés. Kegyed egész nap ezt nézi? Foglaljanak helyet. Köszönjük. Nos, uraim, teját. Köszönjük, asszonyom. Ön valóban Richard édesatya? A legteljesebb mértékben nagycsár, az anyja legalábbis ezt állította. És ha szabad kérdeznem, könnyen megtalálták az én kis házamat? Nagyon könnyen. Na, pofon egyszerű volt, csak azt kellett figyelni, merről fújja a szél a fertőtlenítőszagot. Megjegyzem, nagyon szépen rendben tartja a kéglit, ha bár abban a sarokban van egy kis pókáló. Igen. Hát akkor beszéljünk talán a szobáról. Helyes.
Szeretném megemlíteni, hogy szigorúan dohányellenes vagyok. Ó, az jó, az nagyon jó, remek dolog. Legalább nem fogja elcsórni az enyémet. Egyet értek, asszonyom. A dohányzás undorító. Tudom, szakás. Én is csak azért bagózom, hogy elrettentő példát mutassak a többieknek. Azon kívül az alkoholt se tűröm meg a házamban. Akkor már csak egy dobásom van. A táncosnőkkel hogy áll szívem, királynője? Különben én még azt is el tudom képzelni, hogy esetleg szóval, hogy esetleg még meg is tetszenek egymásnak. Igen, még egyet hátható jobban leszel. Tudod, drágám, én sose voltam templomba járó ember, de mi lenne, ha elmondanánk egy rövid kis imát? Én már próbáltam, mégse ütötte agyon a villám. Iszunk még egy üveggel? Miért ne? Micsoda, hogy nem hozhatok ide nőket? Eszébe ne jusson! És levelet írhatok? A Genfi egyezmény értelmében havonta egy levelet írhatnak a hadifoglyok. Vigyázzon a gyerfére, főtörzs! De hát főnök az Istenért! Pia nuku bagó nuku nő nuku, pókerezni legalább lehet? Ne is említs ezt a szót, uram! Tudtam, fogadtam volna egy ötösbe. Én egy szolíd idős úrra gondoltam, aki már nem versugott az élettől. Semmi gond, kis nagycsár. Egy egész rakás van belőlünk a halottas házban. Na most aztán igazán elég. Na de főnök, most mit izél? Maga is szobát keres. Tegye a szívére a kezét. Elnézni ezt a pofát reggeltől estig. Főtörzs, azonnal kövesse meg a házúrnőjét. Rendben van, sajnálom, hogy ilyen pofája van. Elég volt a modortalanságból. Álljon vigyázva, ha a fejjel valója beszél magához. Ilyen is. Elhagyja ezt a házat most azonnal. Ilyen is. Barát! Lelépni! Hiszti fél pucer! Lecsukhatom! Elnézést kérem, mert durva incidensért. És most engedelmével én is távozom. Nem menjen, őrnagy úr. Még a teáját se írta, kívüljön vissza, kérem. Mert ha jól értettem, mintha azt mondta volna az az alak, hogy ön is szobát keres. Már legalább két órája, hogy elment. Én ebbe belebolondulok. Várj, felhívom a mamát. Egyszerűen elbűvölő ez a kis fészek. Na és a kilátás? Ugye szép, főleg ha azt a csúnya gáztartályt is lebontják. Egy pillanat. Halló, tessék! Halló, mama, hogy mennek a dolgok? Mondj már valamit. A remekül, kislányom. Úgy döntöttem, hogy kiadom a szobát. Kiadod? Hát ez csodálatos győzelem. Kiadja neki a szobát? Ó, ez fantasztikus. Egy elbűvölő úriember ül itt pirulva mellettem, ő lesz a fészkem lakója. Azt mondja, elbűvölő. Tetszik neki az apád, ez nem lehet igaz. Áldassék az úr neve. Add ide gyorsan. Halló, apa! Gratulálok a sikerhez, tied a szoba, megkaptad? Egy frászt az enyém. Dehogy nem a tied, már hogy ne lenne az. Harriet mamáj egyszerűen oda van, érted? Az előbb mondta, hogy... Mit keresel te ott, amikor itt vagy? Tessék! Már csak add ide, hadd beszéljek az önnaggyal. Na, bekapta a nyanya a horgot? Hát ez remek. Én mondtam, hogy menni fog. Tartozik nekem egy pofa sörrel. Te meg tartozol nekünk egy kis magyarázattal. Én mindent megtettem. Úgy éjek, hogy megtettem mindent tőlem telhető, de hát a szívnek nem lehet parancsolni, az őrnagy kellett neki. Csodálkozik, az őrnagy udvarias, jóhomodorú ápolt. Te viszont egy modortalan vénszaros vagy. Igazán, hát ez nagyon kedves örömmel hallom. De én legalább nem most szabadultam a sitről. Na, az már aztán igazán nem számít, hogy a sitről. Ott töltötte ez a drága ember az elmúlt 6 hónapot. Miért? Mit csinált? A jó fene tudja, szerintem semmi komoly. Állítólag hiszékeny vénasszonyokat forgatott ki az összes vagyonukból. Mama! Magyar hangok. Szabó Ottó, Rátóti Zoltán, Kovács Nóra, Velencei István, Koblós Lici. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermében készült. Magyar szöveg Takácsi Gizella, hangmérnök Láng Noémi, vágó Katona Edit, rendezőasszisztens Szőnyi István, gyártásvezető Csáki Vera, szinkronrendező Hazai György. Fényképezte Albert Almond. Rendezte Michael Mills. A következő rész tartalmából. Jó reggelt, Moby Dick. Jaj, ne kezdje már megint. Tudom, hogy akkora vagyok, mint egy bálna. Ugyan kicsikén fantasztikus vagy. Igazán? Fantasztikusan dakadt. Szegény mama is ilyen volt, mielőtt a fiunkat megszülte, úgy mozgott, mint egy korcsolyázó víziló. De kérem! Sose nyerte vissza a régi formáját. Igaz, hogy ronda trampli volt azelőtt is. Nagyon kedves, hogy így elszórakoztad, de inkább ejtsük a témát, ha lehet. Szó, de hisz az én asztalom. Tudom, csak kipróbáltam, milyen lesz majd, ha már én ülök itt.
Őt akarod a helyemre tenni? Valakinek el kell látni a munkádat, amíg te pelenkát mosod. Ha itt lesz a kicsi, vigyáznék rá, még be is pelenkáznám, ha kell. Nézd meg, már gyakorlom is a telefonon. Tom, Dick és Harriet. Angol tévéfilm sorozat. Miért pont a telefonon? Mert a szomszédik macskája megszökött. Ha nem tudná, én gyereket várok, és nem egy telefont. Az ugyanaz. Alkalom arra, hogy...